Sziasztok, kedves barátaim! Üdvözlünk benneteket! Mai kis programunk egy ilyen szokatlan formátumban van, mert nem én leszek a műsorvezető, hanem a Grand Tanács Dász, és akkor miről lesz szó, akkor mindjárt fogtok hallani, át is adom neki a szót. Köszönöm szépen, én is köszöntök mindenkit, a Tudatos Életmód oldal nézőit és a Goranga House követőit egyaránt. Egy kicsit máshogy alakult a mai beszélgetésünk, mint ahogy szerettük volna. Bizonyára észlelitek, hogy később is kezdtünk, nem is kicsit, egy órával körülbelül, mint ahogy terveztük. Nem is vagyunk fizikálisan egy helyen, de mégis látjuk egymást. Amennyire a technika engedni fogja ezt a későbbiekben is, igyekszünk ehhez képest egy jó kis beszélgetést összehozni. Akkor kezdeném is az első kérdésünkkel. Ugye az volt a cím ennek az előadásnak, hogy az én kis életem, vagy a mi közös sorsunk. Gyakran felvetődik az emberekbe, hogy miért érint minket mások tetteinek a következménye. Ez most te hozzám szóltál már? Ilyen gyorsan? Igen, igen, ez volt az első kérdés, hogy miért van ránk hatással mások tetteinek a karmája vagy következménye? Uh-huh. Jó, hát többféle képen működnek a dolgok. Miért van ránk hatás? Egyik ez a család, amikor mi közel vagyunk egymáshoz, és a családtagok eleve közös karmával rendelkeznek, és nagyon cserélnek a karmát. Ez az egyik. Ugyanakkor a másik, hogy azon múlik, hogy én mennyire érzékeny vagyok, mert vannak érzékenyek, vannak kevésbé érzékenyek emberek, és hatással van, lehet, nem van, hanem van is, meg lehet is rám. Pozitív, negatív, mert a mi tudatunk, amikor valaki ebbe a világba költözik, mondjuk így, és ekkora tudat, ez a kettőség, jó és rossz. És mivel élményeket akarunk szerezni mi egymástól, általában jó élményeket, ezért nyitottak vagyunk. És mivel nyitottak vagyunk, és feltételekhez kötött, ez is egy fontos dolog, akkor mi érzékenyek leszünk, és fog hatni ránk a cselekvés, a következménye. Ez az egyik oldal, hogy van hosszú távú, rövid távú következmények. Akkor, hogyha mi megnézünk a családot, a családnak a szülő, mivel a gyereknek az egója még függ nagyon a apukától, anyukától, ezért ő ellenőrzés, vita nélkül mindent elfogad, és például, hogyha az anyuka, mondjuk egy ilyen kis példa,
gyerek valamit próbál csinálni, erőltetés, akkor apuka vagy anyuka mondja, ne erőltes, úgy se lesz ebből semmi. Akkor ez ilyen hatással lesz a gyerekre, hogy amikor már nagy lesz, azt fog gondolni, hát nem kezdek neki ennek, meg annak, semmit nem fogok neki kezdeni, mert úgyse lesz ebből semmi. És akkor egy ilyen következmény hatása lesz a gyerekre. Ez egy... Szóval látjunk egyik példát, másik példát. És jó, szerintem most ennyit mondtam egyelőre. Te szeretném még hozzászóljak? Van valami neked felvetés? Igen, igazából itt elhangzott az ugye, hogy az a családi kötelék az elég erősen meghatározhatja egy személynek az életét, sorsát. Hogy hát ugye tapasztaljuk, hogy van különbség mondjuk a családtagokkal való közös élet, és mondjuk a szomszédokkal, vagy a relatíve idegen emberekkel való közös élet szempontjából, hogy mennyire fontos a családhoz, vagy a nemzethez tartozás karmikus szempontból. Nem titkoltam, benne van ebbe egy olyan gondolat is, hogy most ugye, hogy elmúlt a szocializmus, most fölértékelődött az emberek, de például ez, hogy hú, én magyar vagyok, és hogy ez nekem fontos az életemben, hogy a karma szempontjából mennyire fontosak ezek a dolgok, akár a család, akár az, hogy ki milyen nemzethez, néphez tartozik. Na most pont nemzet, nép, az már egy karma, mely nem születek csak úgy valahol. Már Bhagavad Gita is írja, hogy milyen tudatba elhagyja valaki a testet, akkor olyan családban majd fog születni, és ez befolyásolja, hogy ez a család milyen országban, mert országnak van egy tudatja. Ez azt jelenti, hogy országban emberek hasonló tudatállapottal, tudathangulattal születnek, és akkor ott fogok én születni. Ez egy természetes dolog. És a fontosság ez az, hogy van Parashara Hora Shastra, még egyszer elmondom, Parashara Hora Shastra, ez asztrológiának az eredeti könyve, és ott mondja, hogy a léleknek, aki kapta testet egy családba, nagyon erősen lehet megváltoztatni a karmát, a sorsát a gyerekkorában. Szóval nem csak amikor már megszületett, hanem hogyha még nemzés előtt is. És amikor szóval nemzés előtt, amikor tervezve van, és megvan, hogy mikor lesz nemzés, akkor előtte vannak ilyen tisztító ceremóniák, ami eleve igazából nem változtatja a karmát a gyereknek még, mert ott még nincs lélek, hanem emeli a tudatot a szülőknek, hogy emelkedett tudatban, hogyha fognak nemzeni, akkor behívják egy eléggé nemes lelket. De hogyha még van annak a léleknek valami nem pont a legjobb karma, akkor utána van többféle, hát mit kell csinálni, amikor mondjuk terhes az anyuka. Utána, amikor megszületett a gyerek, ott is vannak úgynevezett szamszkárok, azok a tevékenységek, amik kell, vagy ajánlott. Hát igazából a szülő az a szülő, aki nagyon felelősséget érez arra, hogy milyen legyen a gyereke, akkor azt mondja, hogy nem, hogy ajánlat, hanem ezt kell csinálnom, mert szeretnék, hogy az én gyermekem a minden negatív, ami még rossz karma, meg tulajdonságok, ez legyenek kitisztítva, akkor ezt eléggé erősen gyerekkorában meg lehet változtatni. Ezért, hogyha megnézünk, nem véletlenül régebben
Volt sok hagyomány családokba, a gyerekneveléssel kapcsolatban. Aztán utána elfelejtették, hogy miért kell, csak maradtak hagyományok, mert hagyomány miatt, és utána már elavult, most már nincs is hagyományok. Most már Európai Unióban vagyunk, és akkor le vannak törölve határok, és le vannak törölve hagyományok, most mindenkinek legyen egy hagyomány, karácsonyi vásár, és akkor még koronavírus, és egy kicsit így, úgy mondjuk, elapadt a fontos dolog, hogy hogyan, milyen fontos tevékenységek lehetne csinálni ahhoz, hogy a gyerek legyen erős tudatilag, legyen határozat, képesített legyen elérni a kitűzött célokat, legyen életben amúgy célok, felelősségvállalás, és így tovább, fegyelmezet. Nagyon, mert aki nem tud fegyelmezni érzékeket, elmét, tudatot, akkor ő mindig csak traumákat fog kapni, és szétszórt elméje lesz, és akkor sok-sok stressz fog elérni, depresszió, nagyon sok minden nehézség. De ezek a nevelési tradíciók, amit ajánlja Parashara Hora Shastra is, ott pont arra van, hogy megformálni gyerekből egy egészséges és erős személyiséget, hogy amikor ő már kimegy, mert úgy addig, ameddig kicsi, akkor övételen, de a szülő kis kör védi a gyereket, az ő érzelmeket és egóját. Ugye a szülők mindig figyelnek, hogy mi az, amit kapjon gyerek, mit nem, mivel érintkezésben legyen, mivel nem legyen, és akkor így mindig védve van. És közben tanítják, speciális, hát vannak, ahogy mondtam, ilyen ceremóniák, mint a szamszkárok, és akkor kapja megfelelő tudást, nevelést, és amikor már ő egója formálva van, ez azt jelenti, hogy önállóan tud képes működni, akkor legyen egy erős személyiség, egészséges személyiség, akinek megvan a biztosító rendszerek a tudatban, ami megvédi már őt a nehézségektől, kellemetlen kapcsolatoktól, helyzet hirtelen változásoktól, és ez az ember, ő nem traumákat fog megélni, hanem neki megvan ez a védőrendszer a tudatban, és akkor ő tud inkább fejlődni. Most ez annyira nincsen. Így válaszoltam a kérdésre? Igen. Igen, köszönöm szépen. Lenne is ehhez kapcsolódóan a következő kérdés, hogy most akkor többé-kevésbé úgymond automatikusan a családnak, a társadalomnak és akár a tágabb társadalomnak, tehát nem is csak Magyarország, hanem Európai Unió egyfajta karmájával születik meg egy gyermek. És erre szokták mondani azt, hogy kollektív karma. De tényleg létezik ilyen, hogy kollektív karma? Hogy a magyarok mondjuk, hogy szomorkásak, depressziósak, hogy a Kovács család tagjai azok, nem tudom én, mind hajlamosak a szívinfarktusra, hallunk néha ilyeneket, és néha ezt szokták magyarázni azzal, hogy ez egyfajta kollektív karmájuk nekik. Tényleg van ilyen? Ez pont egy ilyen következő lépés, mert ezelőtt olyan magyarázat szokott lenni, hogy ha hasonló valami, akkor a gén örököltél. Igen, mert mikor a te apukádnak volt ez a dolog, vagy anyukádnak, és neked is van, akkor gén öröklés. És van egy következő lépés, vagy még egy szemszög, ez, amit te meséltél, hogy van kollektív
karma. Egy rész, mind a kettő lehet igaz, nem lehet kizárni egyik sem, egyiket sem. Hát öröklés az kisebb, igazából kisebb, nem muszáj minden leírni a hogy hívjákra, öröklésre. És a másik, a kollektív karma, természetesen, hogyha, hogy van, hogy van egyéni karma mindenkinek, ugyanakkor van családnak családi karma, és van város karma, országnak karma, bolygónak a karmája. És mi az, ami túlsúlyba van, az fog hozni következményeket. Például, hogy a családba bűnözés a túlsúly, akkor egész családot fog érinteni majd a következménye. Ugyanúgy országosan. És ezért a kollektív karma még arra is van, hogy azok, akik egy bizonyos országban vannak, akkor egy nyelven beszélnek. Ez egy kollektív karma. De egyénekből áll. Mert egyik lélek született másik hasonló karmával ugyanott, ahol kell beszéljenek ezt a nyelvet együtt. Mint Magyarországon 10 millió ember. Akkor ez egy karma. Akkor bizonyos gazdasági rendszer, hogyha most ez az ország nagyon szegény, és éhezik, és halnak meg a gyerekek, és a szülőknek nincsen, mivel megetetni a saját gyerekeket, akkor ez is egy kollektív karma országosan. Mert úgy van, hogyha neked át kell élni valamit, akkor te abban országban fogsz születni, ahol ez meg fog történni, és mindenkinek, akinek ezt át kell élni, a saját karma szerint, akkor oda fognak születni. És kettő dolog van. Van az egyik karma, ezt, amit most fogunk, már kapunk, és vagy fogunk kapni ebbe az országba. A másik, amit mi most a mi tudattal, a mi cselekvéssel ennek az országnak teremtjünk új visszahatásokat, pozitív vagy negatív. Hogyha egy országba senki nem követi a bűnt, hanem követi el Istennek a törvényét, akkor az a kollektív karma lesz az országra, hogy gazdaságilag automatikusan, tökéletesen fog minden működni, természetesen, és termés nagyon bőséges lesz, akkor lesz nagyon jó klíma, mert az ország kap reakciót a természettől, karma szerint, mert egy mechanizmusban vagyunk, és nincsen, hogy természet magának megy, de az emberiség a karma szerint megy, nem? Minden össze van kapcsolódva, van speciális mechanizmusok, ami hibátlanul ezt működtetik. És akkor például, hogy van egy ilyen ország, ahol van egy háború, és akkor lebombázzák a várost. Ez egy kollektív karma, ott születtek azok, akiknek múlt cselekvések miatt át kell élni a háborút. És itt vannak kis változások. Valakinek meg kell élni, hogy elveszíti a szülőt, akit mellette meg fog halni, mert lebombázták valaki a gyerekét, valahol az egész család meghal, valahol megsebesülnek, valahol összeomlik a ház, és ott vagy meghalnak, vagy kiásnak őket, az már ilyen részletváltozások, de globálisan mindenki ebbe a városba kell, hogy szülessen egy ilyen helyen. Szóval vagy jó, vagy rossz helyen, nem véletlenül születnek. Ez most országul. De aztán van világ. Világnak kollektív karmája.
Mit most mondjuk itt van koronavírus, pandemik vagy COVID? Az is nem véletlenül. Ez egy figyelmeztetés, mert a globálisan az emberiség a Földnek nem megfelelő irányba megy élet során. És most kapta figyelmeztetés, hogy változtass meg. És kapta a lehetőséget, mert most, hogyha megnézzük, a karantén miatt mindenki megállt egy kicsit. Nem lehet elmenni bulizni éjjel-nappal mindenhova, hanem otthon van, és akkor tud mondjuk interneten keresni hasznos információt a filmek mellett, amit nem tudom, mi az a Netflix, nem tudom mi ez, valami van, hallottam, vagy van olyan film, a film ilyen csatorna. Netflix. De nem azért megkaptunk ezt a időt most, hanem azért, hogy tanuljuk meg, hogy mit kell változtatni. Hát nézzük meg, volt egy első hullám. Hogyha akkor emberiség megváltoztatta volna, megtanult, hogy aha, kell, mert védikus írások magyaráznak, hát a Tobra Majigesu, mindenki, aki született emberi testben, mindenki, keresen kérdésekre válasz, ki vagyok én, ki Isten, és így tovább. Ezzel ember születésnek az értelme, erre ez a célszerűsége az emberi testnek. És akkor első hullám volt lehetőség. Akkor úgy látszik, mindenki csak várt, mikor újra, hogy megnyitják a dolgokat, és megint megörülünk, megyünk. Jó, nem tanulták a leckét. Akkor bejött a második hullám. Nem tanultak a leckét. Most jön a harmadik hullám. Hát remélem, hogy nem fog addig menni, hogy atomháború egy legyen belőle. Az már, mikor már nem figyelmeztetés lesz, hanem leállítás. Hogyha embereket nem lehet figyelmeztetni, mint a gyerekeket tudjunk. Csinál valami rosszat, akkor először figyelmeztetnek a szülők, egyszer, kétszer, hárman, utána leállítják. Szóval, és ez a kollektív karma. De hogyha mondjuk a egész Földnek a dominánt, nem kell mindenki, 7 milliárd, de dominánt emberiség megváltozik, akkor megváltozik Földnek a karmája. Most is látjuk, hogy milyen, ez is mutatja, hogy probléma van a kollektív karmának, amikor most Mexikóba, ahol még sose volt, nem tudom, hogy hány éve nem volt ilyen hideg, most bejött, és katasztrófa történt ott. Igen, ezek mind kollektív dolgok. Jó, így válaszoltam? Igen, köszönöm szépen. Ugyanakkor lenne egy újabb kérdés, hogy elhangzott az, hogyha egy bizonyos népesség egyfajta jobb életet szeretne gyakorolni, akkor az hat a kollektív karmára. Hogy miért van az, hogy azok az emberek ugyanúgy szenvednek a kollektív karmától, akik szépen viselkednek, mint azok, akik rosszul? Hogy ilyenkor felvetődik sok emberbe, hogy hát hol van itt az igazság? Ez jó. Jó kérdés. Igazság abban van, hogy elsősorban ebben a világban szenvedés az mindig lesz. Itt nem lesz sose tökéletes minden, mint dokhalája asásvatam. Itt minden ideiglenes, és a test úgyis meg fog öregedni, mint hogyha legjobb karmát csinálunk, és meg fog betegedni. De azok a személyek, akik megértették, hogy mit kell csinálni, és lelki fejlődéssel foglalkoznak, gyakorolnak mondjuk bhakti jogát, akkor ők belső boldogságot tapasztalnak, ezt lehet olvasni Bhagavad Gita-ba, szukham,
belső boldogság, és ezek a külsős dolgok, körülmények már nem hoznak zavart. Ugye? Yoga Yukta Visuddhatma Vichitendriya Paramatma Samahita Sukha Dukha, ezek a boldogság, boldogtalanság, ami külsős világ, az igazából az megérte, ez egy illúzió. Hogy van, létezik, tapasztaljunk, de mikor mi beleélünk magunkat ennek a világnak kettőségébe, akkor szenvedjük. De az a személy, aki megérti, hogy a belső fejlődés, belső út a fontos, akkor semmilyen körülmény nem fog megzavarni az ő kiegyensúlyozottságot, vagy boldogságot, nyugalmát, és így tovább. Ez a megoldás, amely külsőleg nem lehet elkerülni. Sose. Próbálok pozitív lenni. Igen. Jó, hát ez egy nagyon őszinte válasz, de ezzel képbe kell lenni. Nem lehet azt a kérdést se kikerülni, hogy mekkora a mi egyéni felelősségünk a saját életünkben, hogy én nekem most szép életem lesz a jövőben, vagy kevésbé szép, vagy kifejezetten rossz, ez mennyire múlik azon, hogy én most hogyan cselekszem. És közben elmegyek áramért, mert úgy néz ki, hogy merül a telefon. Addig én válaszolok. Jó. Hát csak egyéni felelősség, nincsen másféle felelősségünk, hogy valaki más felel. És de inkább itt nem az a kell, hogy legyen, hogy ez a ilyen nyomás, az a negatív felelősség, felelősségre vonva. Inkább ezt kell érteni, ezt kell tudnunk, ugyanúgy, mint ember, aki tanulmányozza a világnak a törvényeket, alkotmányt, miért, mi lesz, hogyha elrabolod, kirabolod, vagy valami más problémát csinálsz, hogy akkor te felelősséget lesz. De nem ez van mindenhol kitáblázva a Magyarországon, hogy megyünk, és mindenhol akkor ember már depressziós lesz. Szóval, de tudni kell, de nem ez a módszer, hogy nyomni kell. Ha nem, azért léteznek a szentek, és ezek a szentek, akik rendelkeznek lelki igazi megvalósításokkal, lelki ízekkel, ami nagyon drasztikusan különbözik az anyagitől. Lelki boldogság és megvalósításoknak a tapasztalata, az ízek nem lehet összehasonlítani az anyagi. És ezért nem a fenyegetés, hanem a pozitív, hogy amikor ember társul egy szent emberrel, akkor csak azért, hogy egy mellette van, ő tapasztalja ezt a nyugalmat, békességét, sugárzik ez a boldogság, szeretet, és akkor így ember inspirálva lesz menni egy másik irányba, egy pozitív, normális irányba, nem a félelemtől. Ez a félelemkeltés, bánd meg a bűneidet, mit tudom én, mit kell csinálni? Gyónás, Isten átka lesz rajtad. Ez nem pozitív. Amikor ilyen nagyon negatív van, mert vannak, igen, van felelősség, minden olyan csináltam bűnt, rossz karmát, oké. De hogyha mi negatív leszünk, akkor mi gyengék leszünk. Bezár a szívünk,
Beszökött a pszichikánk, és mi nem fogok tudni megnyitni a szívünket a szeretetnek. Ezért sose kell ez legyen a motiváció és a motor annak, hogy fejlődjünk, hogy akkor a felelősség. Igen, felelősség, ezt tudjunk, ezt mindenkinek egyszer meg kell tanulni és emlékezni, hogy te megkaptál emberi testet és a te felelősséget lelki út után keresni. És utána csak kell adni ízeket ennek az embernek. Nem mindig ezt a plakátot, felelős vagy. Így gondoltam, válaszolok. Jó? Nem szépen. Na most, hogyha valaki nyitott a lelki megoldásokra, de ugyanakkor egy családnak, egy társadalomnak, egy országnak is a felelős tagja, akkor ő neki az úgymond az anyagi megoldás keresésekben mennyire kell részt vennie? Hogyha valaki családtag, igen? Tehát mondjuk valaki tényleg egy lelki gyakorló, és érti, hogy az igazi végső megoldást mindig a lelki megoldások jelentik, de jön egy árvíz, hát akkor neki is kell menni homokzsákot pakolni. Igen, persze. Természetesen. Hát ez, még hogyha egy szerzetes kolostorba él, lemondásba, és akkor jön az árvíz, akkor ott is kell zsákot pakolni, meg kell védeni a kolostort. Hát ez egy... nem szabad tétlen lenni. Tétlenség, ez nem van. A kötelessége. A családtagnak akármilyen szent életet él, de hogy van család, akkor addig, ameddig van felesége, van gyereke, addig mindig felelős megvédeni, és sőt, biztosítani mindent, ami vele járól a családhoz. Védelmet, pénzügyileg, amikkel, hogyha ez egy férfi, a nőnek van a saját, ez mindig mindig is, hát ez sok ilyen történet is volt, mikor voltak ilyen szent élő személyek, akkor biztosították. Jó, így? Tökéletes, köszönöm szépen. Akkor viszont van a következő kérdés, hogy mégis sok olyan példát hallhatunk, hogy annak idején személyek, akik úgy döntötték, hogy ők az életüket az önmegvalósításnak szentelik, ott hagytak csapot, papot, és elmentek a Himalájába. Hogy ez a mentalitás, ez követendő-e a 21. század emberének? Van-e olyan helyzet, amikor ez helyesnek tekinthető? Én viccesen úgy válaszolnék, mielőtt elmennek Himalájokba, először menjenek mondjuk a Kösszeki hegységbe, próbáljanak ki út, vagy Bükkbe, hogy fog-e menni, hogyha ott megy egy darabig, utána lehet, hogy mehetnek Himalájokba. De ebbe korba nyugati embernek ez majdnem lehetetlen megcsinálni ezt az utat, mert nagyon nehéz, és nincs is elvárva. Egyáltalán nincs ez. Létezik egy ilyen út, és van olyan, amikor tényleg valaki elmegy a családtól, lemondja, de ez mindenkinek nehézség. Ez családnak nehézséget jelent, mert akkor nem marad, aki ott vigyáz rá a családra, és neki ez az út sokan-sokan drasztikusabb. És olyan, erre kell egy különleges, tényleg karma, különleges típusú lenni, egy nagyon erős tudattal rendelkezni, hogyha valaki a Himalájok, meditáció által, lemondások által tudjon fejlődni, de amúgy ottani fejlődés az csak bizonyos szintig megy, de nem fog elvinni embert egy szeretett szintre. Hallottam nagyon sok
történetet és példákat azokról, akik Himalájukban meditálnak, élnek. Vannak Naga Baba, van, most nem mondom ki hova tartozik, ne zavarjon meg, de többféle aszkéta van, vannak, nem egyre kevesebb, akik már a misztikus dolgokat is elérték, de sok egótól még nem szabadultak meg. Viszont, ha valaki mondjuk egy bhakti joga útot elfogad, akkor ott az első, hogy ne menj el sehova, ne hagyd ott a családodat, a munkahelyedet, ne dobd ki semmi az életből, hanem csak add hozzá először Istent. És a bhakti joga, ez különlegesen olyan erős út, a gyakorlat, ami ember bármilyen körülményekben marad, család, munkahelyen, vagyon, még ez a bhakti joga, még ezek körülmények miatt független, mert bhakti joga nem anyagi, lelki energia, és nem függ az anyagi kettőségtől, jó és a rossz, hanem a fölött áll. Ezért ajánlott, inkább ez a természetes út, könnyebb út a mondjuk a lelki fejlődésre, vagy felszabadulásra, és intelligens személyek mindenki ezt az utat választanak. Így jó, válaszoltam. Tökéletes, köszönöm. Ugyanakkor ez még egy kérdést fölvet, hogy egyfajta egészséges elkülönülés a mondjuk a fogyasztói társadalomtól mégis szükség ahhoz, hogy tudjunk mi fejlődni, nem? Tehát gondolom én Krisna völgye véletlenül nem Budapest belvárosában keletkezett a nem tudom, a Margit szigeten, hanem egy kicsit félreeső területen. Igen, szükség, mert az világi társadalomnak az értékrendjei azok visszatartják a lelket a fejlődéstől, ide kötnek a kettőséghez. Pont ez a icchadvésa, rágadvésa, icchadvésa. Ez a kettőség, jó, rossz, szeretem, nem szeretem. Most erről lehet egy külön előadást tartani, hogy ez micsoda. És amikor valaki akar fejlődni, akkor ott vannak egy kicsit más értékrendek. Ugyanúgy használja dolgokat, mert mindent lehet használni. De hogyha maradt annyira elmerülve a társadalmi életbe, olyan szinten, hogy átveszi az értékrendeket, akkor mindig nullázza a lelki fejlődést. És elkülönés, ez azt jelenti, hogy például mi városokban is vannak nálunk közösségek, akik tagok ennek a közösségnek, ők dolgoznak valaki gyárba, valaki, szóval emberek között, de mivel van közösség, akkor ők rendszeresen összejönnek, és értékrendeket erősítenek magukba, és akkor így fejlődnek, és utána, amikor mennek a más személyek között, akkor ők kapcsolatban vannak velük, de nem vesznek át a értékrendet. Értékrendet. Így immunosok lesznek, és ezért bármit, amit érinti a társadalmat, ezek a gyakorlók, ők nem élnek át fájdalmasan ezeket a változásokat, amit történnek általában emberek között. Ezért egy ilyen, mondjuk, ez egy ilyen belső elkülönülést
De erre igenis fontos a társulás, közösségbe, ahol erősítenék ezt a belső különülést. Hogyan? Nem úgy, hogy eltépem magamat, hanem kaptam egy értékrendet, másikat, magasabb rendű boldogságot. Jó? Tökéletes, köszönöm szépen. Ugye, ha jól látom, a karma inkább azt határozza meg az elhangzottak alapján, hogy én hová kerülök, és ad nekem egy utat. De az, hogy én hova megyek tovább, az nagy mértékben már rajtam múlik. Tehát amikor van az a fajta szemlélet, és most már ez a karma szó kicsit így a hétköznapi nyelvbe is beférkőzött, és már szinte mindenki használja, hogy ezt nem szabad úgy értelmeznünk, mint valami, ami kőbe van vésve, és megváltoztathatatlan, és szinte kifogás. Tehát, hogy a felelősségünk az ugyanúgy megmarad, sőt, a karmát ismerve talán még nagyobb, mint amikor valaki csak éli az életét. Hogyha én egy igazán hasznos, jó ember szeretnék lenni, és magamnak és másoknak is a legjobbat szeretném, akkor mi az én felelősségem, mit kell tegyek? És itt a jó értelembe vett felelősség szó van. Tanulni. Megtanulni. Kell elfogadni egy etalon, amihez kell mérni, mit jelent a jó. Mert mostani liberális világban mindenki jó, minden jó, de ez egy probléma, mert mindenki, mi akkor a koordináta, ugye, hogy mi, meg koordinát, mikor mi mérünk koordinátákat, akkor hogy honnan számolunk. És akkor általában nekünk azt mondják, te vagy a, tőled számolja a koordinátát. Ez káosz lesz. Ezért van egy abszolút koordináta, és ehhez kell mérni a világot és magamat. És ezt kell tanulni, ezt mondják a védikus írások, hogy Istennek a törvényei, ez a koordináta. Ehhez kell mérni. És mikor akarok tudni, hogy jó vagyok, vagy rossz, az nem tükörbe kell nézni, hogy most ma tetszek, most jól nézek ki, akkor jó vagyok, hanem le van írva, és ahhoz kell igazítani, megnézni, hogy én megfelelek-e azoknak a mondjuk tulajdonságoknak, amit leírást ad a védikus írás. Hogyha megfelelek, akkor oké, akkor jó ember vagyok. Nem felelek meg, akkor még kell csiszolni. És akkor ott akkor tudok fejlődni. Szóval kell egy, még egyszer, hiteles forrásból kapni tudást, ahol meg fognak mondani, hogy ilyen tulajdonságok jó, ilyen nem jó. És ekkor, és ez minden fölött áll, és minden ember, hogyha ezt csinálja, akkor mindenki lesz jó. Mert ott már nem relatív, hanem abszolút. Abszolút jó. Mit jelent, hogy relatív jó? Hát például, hogyha én kemény vagyok veled, és durva, attól én jó vagyok. Lehet, te gondolod, hogy rossz, mert te irigy vagy rám, és te gondolod, hogy én rossz vagyok, én pedig jó vagyok. Érted? Ez teljesen relatív. Te pedig nekem hazudsz, és ez nekem nagyon rossz, de hát te jó, te szerinted. Szóval ezek a relatív, az nagyon veszélyes. De hogyha vannak olyan abszolút tulajdonságok, hogy igazmondó, az a jó,
akkor, hogyha én igazmondó vagyok, és te is, akkor mi ezek szerint jók vagyunk mindketten. De hogyha relatív, akkor te szerinted te jó vagy, hogyha hazudsz, én szerintem, hogy nem vagy jó, hogyha hazudsz. Érted? Szóval ezért fontos tudást, meg kell keresni azt a forrást, ami beszél abszolút jótól, a koordináta, számoló pont, induló pont, és ahhoz, hogyha mérjünk, akkor mi tudunk jó emberre válni. És nem mi szerintünk, hanem Isten szerint. Jó? Nagyon jó, köszönöm szépen. Így a hiteles forrás témánál maradva, hát forrásból azért most már nincs hiány, mert mindenféle irodalom hozzáférhető az Arvisurától kezdve, mindenféle Akasa krónikákon át. Nehéz ebben a világban eligazodni. Hogyha nagyon őszintén keres az ember, még akkor is sok olyannal találkozhat, ami nem biztos, hogy annyira hasznos. Mi az, amit könnyen érthető, praktikus, hasznos és hiteles forrásként tudna ajánlani? Igen, most már minden lehet találni, összes spekuláció, ami létezik és nem létezik. Interneten csak írd be egy szót, már megtalálod. Egy fontos, hogy én legyek őszinte. Persze könnyű mondani, hogyha őszinte valaki belül, akkor ő is fog érezni, és nem fognak becsapva lenni. De vannak azok, akik arra akarnak lenni becsapva, akkor ők elfogadják bármilyen spekulációt. Ezért az őszinte ember meg fog tanulni, hogy hogyan lehet megkülönböztetni a spekulációt a valódi tudástól, vagy tanítástól. Hát akkor itt már a maga szóban megvan a válasz, vagy a spekuláció. Ez azt jelenti, hogy ez az embernek a elme szövényeiből jött valami információ. És ez megint relatív. Érted? Ez megint relatív. Megint ez azt jelenti, hogy megint kell koordinátát keresni. Akkor ez a tudás, ami független embereknek a véleményétől. Ami abszolút vélemény. És ez Istennek a kinyilatkoztatása, könyvek, írások, mint a védikus szentírások. Mint a Bhagavad Gita például. Ez pont mentes a spekulációt. De ugyanakkor még nagyon fontos, hogy oké, de lehet olyan is van, olyan csalók, akik fogják, és azzal autoritívvá, hitelesre tesznek a szavait, hogy mondja, itt van, szentírás, de amikor már magyarázatot ad szentírásra, akkor ott spekulál. Az már még veszélyesebb. Mikor valaki csak őd magából, blablabla, én tudom, én most nekem tégla esett a fejemre, és napfény ment, és bejött, behatolt, áthatolt, felvilágosodtam, és beszél, akkor tudjuk, jó, 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 akkor majd orvosok segítenek neki. De veszélyesebb az, aki hivatkozik a szentírásra, és spekulál. Ezért itt nagyon fontos, hogy létezik lelki tanítómester, rendszer, láncolat. És ez a láncolat az úgy van, hogy amikor mondjuk a tudást Isten megadta az első élőlénynek, akkor, vagy első tanítónak, akkor annak tanítónak az volt a fő kötelessége, változás nélkül, spekuláció nélkül átadja a saját tanítványnak. Az pedig átadja a saját tanítványnak, az pedig a saját. És hogyha mi egy ilyen szemétől halljunk
magyarázatokat, aki saját lelki tanító mestertől ezt megtanulta, úgy, ahogy van, változás nélkül, akkor ez egy biztonsági rendszer. Ez védő, megvédi minket, biztosítja, hogy nem leszünk félrevezetve és becsapva. Ez egy nagyon fontos ezt keresni, egy ilyen forrást. Mondjuk a Srila Prabhupát, aki a mi lelki tanító mesterünk, ő egy ilyen személy, ő hozta, azért, akinek már van Bhagavad Gita, ott van fontos kiegészítés Bhagavad Gita, úgy, ahogy van, ez azt jelenti, hogy nincsen változtatva. Nincsen spekuláció, relatív dolgok, hanem a Istenek a véleménye megvan rögzítve, változás nélkül. És a feladat a lelki tanítómestereknek, mikor ő megkapja a saját lelki tanítómestertől, utána azt ő érti, és mivel a világ degradál, akkor mi már nem tudjuk ennyit érteni a szavakat, mit korábban mondta, azért ő nekünk a mi nyelvre elmondja, változás nélkül az üzenetet átadja úgy, hogy mi tudjuk ezt érteni. Ezért fontos egy hiteles lelki tanítómestertől hallani, vagy lelki tanítómesternek a tanítványától, vagy képviselőtől, akkor nem lesz, akkor nem fogunk becsapva lenni, és nem leszünk félrevezetve, és mentesek leszünk spekulációtól, és boldogok leszünk. Jó? Hát köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy mindenki erre a boldogságra vágyik, így, úgy, bármilyen módon. Úgyhogy ez azt hiszem, hogy szinte még zárszónak is jó lenne, de még egy kérdést azért föltennék, hogy igen, birtokába jut az ember a tudásnak, és olvassa ezeket a szentírásokat, ezeket a kinyilatkoztatásokat. De nagyon sokszor van olyan, hogy ez csak további kérdéseket vet föl benne. Hogy igen, igen, ez a személy, akiről ez a tanulságos történet szorul, így cselekedett, de én egy egész más helyzetben vagyok. Én most itt vagyok 2021-ben, és lehet, hogy valaki még mindig nem igazán biztos benne, hogy mit tegyen. Hogy a hétköznapokban a könyv az lehet, hogy ad egy iránymutatást, de a gyakorlati problémáival hova fordulhat az ember? Ki az, aki a konkrét helyzetekbe segíthet neki eligazodni? Vagy hogy tanulhatjuk meg ezt? Igen, ez jó. Hát ezért vannak azok a személyek közöttünk is, akik gyakorlók, ők már gyakorolnak és tanultak lelki tanítómestertől, hogy hogy kell a mi hétköznapunkba alkalmazni ezt a tudást. És ez egy jó kérdés, mert ez arra mutat, arra fontosságra utal az a kérdés, hogy nekünk nagyon fontos nem önmagunkba otthon gyakorolni, csak, hanem kapni azoktól, akik már tapasztaltak, hogy tudjunk haladni. Mert könyvből nem fogunk tudni. Egy példát mondom, agysebész nem tud könyvből válni. Nincsen ilyen. Ki fog rábízni a saját gyereket, akinek van, kell műteni agyát, kórházba, és akkor bemennek, és akkor mondják, hát nézze, ott van, most az a műtőszobat, szabad, ott az a doki tud megműtetni a gyereket. Igen, és ki ez a doki? Hát figyelj, 10 évet már tanulmányozza az agysebészeti könyvet, már jobbra-balra minden megtanulta, mindjárt, és akkor ő most fog műteni. Akkor megmondjuk, van valaki más is? Ja, van, ő most foglal, de ő igen, ő nagyon jó, mert ő attól a professzortól, akadémisoktól
20 éven keresztül tanulta, gyakorolta, és végül ő a Európában a legjobb lett, mert átvette a gyakorlatot egy tapasztalt professzortól. Hát akkor kire bízunk a gyereket? Szóval ugyanúgy itt is, hogy nem fogunk tudni könyvből megcsinálni. Még nincs is ilyen bajnok, a olimpia vagy európai bajnok, aki könyvből megtanult egy sportot, sosem gyakorolt egy edzővel, mondjuk akár teniszet, és akkor könyvből nézte, ült, figyelt, utána bejelentkezett is, megszerezte aranyérmet. Nem, hanem minél tapasztaltabb edzőtől tanul, annál jobban tud majd több esélye van bajnoka válni. Itt is ugyanúgy, hogyha mi, ez egy nagyon jó kérdés, amit feltettél, hogyha akarok érteni, hogy kell alkalmazni hétköznap, akkor kell edző. Kell lelki tanítómester. Jó? Köszönöm szépen. Meg szeretném kérdezni ezeket a, vagy meg szeretném köszönni ezeket a hasznos válaszokat, és hogyha szabad, akkor egyúttal javasolnám is a jövő hét szerdát a hallgatóinknak. Megvan már, biztosan néhányan látták az eseményét is. Jövő héten a nyugati civilizáció tündöklése és bukása lesz majd a beszélgetés témánk. Ebbe benne van már egy kicsit, hogy miről is lesz szó, de azt hiszem, hogy ott is sok meglepő és hasznos dolgot hallhatunk majd. Ha minden jól megy, akkor talán személyesen face-to-face is fogjuk tudni majd a beszélgetésünket folytatni. Úgyhogy köszönöm szépen a hallgatóinknak, nézőinknek, akik velünk tartottak, és köszönöm szépen Bakti Pál Prabhunak is. Mindenkinek. Köszönjük szépen. Igen, jó lenne jövő héten face to face, most a technikai okok miatt face to face a objektíven keresztül vagyunk. Igen. Jó, akkor mi köszönjük, mindenkinek szép estét kívánunk, legyünk, mindenki legyen boldog, és legyen életnek az értelme. Oké, Hare Krishna.